Daniel Bernoulli 1738-ban megjelent Hidrodinamika című könyvében egy nagyon érdekes törvényt írt le. Észrevette, hogyha növeli az áramló közeg, legyen ez folyaték vagy légnemű, az áramló közeg sebességét, akkor ott a nyomás le fog csökkenni. Ez sok olyan jelenséget eredményez, ami a hétköznapi szemléletünk egy kicsit ellentétes. Nézzük meg az első kísérletet. Fogunk egy papírlapot, és nézzük meg, mi történik akkor, amikor a papírlap fölött elfújunk. Nagyon jól látszik, hogy a papírlap felemelkedett. Ennek az a magyarázata, hogy miközben elfújunk a papírlap fölött, itt megnövekszik a levegőnek az áramlás sebessége, tehát a nyomás oda csökkent, a külső nagyobb nyomás ezt a papírlapot meg fogja emelni. De teljesen hasonlóan értelmezhető az a jelenség, amikor egy ilyen kis papírhidat szeretnénk felborítani. Kézenfekvő, hogy akkor alatta kell átfújni. Nézzük meg, mi történik, hogyha alatta fújunk át. Látszik az, hogyha alatta átfújunk, akkor ez a kis híd lelapul. Ugye a magyarázat hasonló az előzőekhez, a híd alatt megnevezik a levegő áramlási sebességet, nyomása lecsökken, a külső nyomás, nyomás le fogja nyomni ezt a kis hidat. Ha azt a feladatot kapjuk, hogy egy 10 filléres úgy bele kell egy csészébe juttatni, hogy nem jutunk hozzá se a 10 filléreshez, se a csészéhez, akkor megint csak a Bernoulli törvény fog nekünk segíteni. Ugyanis ha ráfújunk a 10 filléresre, akkor a 10 filléres fölött megnövekszik a levegő áramlási sebessége, nyomása lecsökken, és ezért föl fog emelkedni ez a 10 filléres, és a légáram bele fogja a csészébe juttatni ezt a pénzérmét. Nézzük meg! Nem tudom, hogy csak egyet hozzá. Nem van. Hát egyből sikerült az előbb, most meg nem akar. Következő feladat, van egy töltsérünk és egy pingpong labdánk. Belehelyezzük a pingpong labdát a töltsérbe, és a feladat az, hogy a töltsérből ki kell fújni a pingpong labdát. Na most kézenfekvőnek látszik az, hogy belefújunk a töltsér szájába, és nézzük, hogy mi történik akkor. Hát, ha jó erősen belefújunk, akkor láthatjuk, hogy nem fog a pingponglabda a töltsérből kijutni, lehet hallani, hogy rezeg. Ugye az a magyarázata, hogy itt felgyorsul a levegő, lecsökken a nyomás, és a külső nyomás visszanyomja ezt a pingponglabdát. Hát ezt tudjuk bizonyítani úgyis, hogyha letesszük a pingponglabdát, és most ráhelyezzük a töltsérbe. És ha erősen elkezdjük fújni a levegőt, akkor ugye itt a töltsér tövénél lecsökken a nyomás, és a külső nyomás pedig ezt a pingpong labdát föl fogja nyomni. Tehát mindaddig, amíg fújunk a levegőt a töltsérbe, addig a pingpong labda ott fog maradni. Tehát a nyomás különbségből származó erő le fogja győzni a pingpong labdára ható gravitációs erőt. Na most persze a feladatot még nem oldottuk meg. Hogyan lehet a pingponglabdát kimutatni a töltsérből? Hát a magyarázata a következő. Ha elfújunk a töltsér felett, akkor ugye ott megnövekszik a levegőnek a sebessége, nyomása lecsökken, és akkor a nyomás különbség ezt a pingponglabdát ki fogja emelni a töltsérből. Nézzük meg a következő kísérletet. Kell hozzá egy szívószál és egy kis hungarocell labda. Kérdés az, hogy miért maradt a pingpong labda a kiáramló levegő sugarában. A magyarázatát megint csak a Bernoulli törvény adja. Ahogy fújom a levegőt a szívószálon keresztül, itt szépen, függőlegesen felfelé, nagy sebességgel áramlik a levegő. A Bernoulli törvénye alapján ott a nyomás lecsökken,
és a külső nagyobb nyomás fogja a pingpong labdát a helyén tartani. Ez a pingpong labda oldali irányba elmozdul, a külső nagyobb nyomás a kisebb nyomás felé vissza fogja téríteni. És ezt a kísérletet nagyon komolyan is megcsinálhatjuk. Ha veszünk egy porszívót, amelyik éppen most nem szívja a levegőt, hanem fújja, vagy akár egy hajszárítót, akkor ez az eljárással egy léggömböt is tudunk lebegtetni. Láthatjuk bent azt a kis picike szelepet, azon keresztül áramlik a vezetékből a gáz. Mivel nagy a nyomása, ezért nagy sebességgel áramlik ki. Ha a sebessége nagy, akkor a nyomás le fog csökkenni a bunzenégő testében. Kívülről a levegőt mintegy beszívja. Ez a két gáz, a levegő, illetve a vezetékes gáz összekeveredik, és amikor ide fölér, akkor már éghető lesz.